Nagy tisztelettel köszöntöm a Szeged Televízió nézőit az új szegedi sportcsarnokból. Egy kis ünnepséggel kezdődik a Naturtex esztéje. Szedeák, Kaposvár, NB1 alcsoportos férfi kosárlabda mérkőzés. A házigazda klub ugyanis köszönti az elmúlt hétvégén ismét 20-as bajnokságot nyert korosztályos együttesét. Itt vonulnak fel Kis Zsolt tanítványai. A szolnoki 8-as döntő fináléjában végül a Debrecen tudta legyőzni a Szedeák együttes egy rendkívül jó mérkőzésen 75-71-re. Kerpel Prónius Gáspárt megválasztották a teljes 8-as döntő legjobb játékosának, ő lett az MVP, itt sorakoznak fel a játékosok. A döntőben Mike János, Bonifert Bendegúz, Kerpel Prónius Gáspár, Varga Ákos, Májer Ákos, Szatmári Zsombor, Balogh Szilárd, Goldring József, Polányi Kristóf, Tráser Nándor, Svén Patrik, Káposzta Kristóf, Gardi Ádám és Kas Ferenc volt az együttesben. Gratulálunk a Szedeák 20-as csapatának. 2018 után, tehát 2019-ben is a legjobb magyar 20 év alatti férfi kosárlabda csapat Magyarországon, a Naturtex esztéje Szedeák együttese. Ma pedig már a nagyokon a sor, egy tét nélküli mérkőzést játszik majd a Szedeák együttes a kaposvári KK-val. Mind a két csapat csalódottan került az alsóházba, és az is eldőlt az első forduló után, hogy a Szedeák együttese majd a playoutban fog játszani, vagyis a bennmaradásért a TF ellen. Hát elég komoly csalódás ez a szegedi szurkolók, és nyilván a Szedeák számára némi gyógyír talán a fiatalok remek szereplése. A mai mérkőzésen inkább arra kell majd figyelni, hogy a csapat megőrizze a lendületét, aminek ki kell, hogy tartson majd a TF elleni mérkőzésekre. A dolog érdekessége, hogy ez az utolsó előtti meccse a Szedeáknak. Az alsóházban, az utolsó körben majd a TF látogat ide jövő héten pénteken, utána pedig jönnek a playout meccsek megint csak a fővárosiak ellen. Az egyik fél második győzelméig szegedi remények szerint 2 mérkőzés alatt lemegy, majd a playout, de itt tényleg az lesz a lényeg, hogy 2 nyerjen a csapat, mindegy, hogy 3-ból vagy 2-ből, a lényeg pedig a bentmaradás. Az alsóházban szerepelt még a Fehérvár együttese, valamint a már sokat emlegetett TF, az már korábban eldőlt, hogy a Fehérvár lesz majd a 11. a bajnokságban, a Kaposvár pedig a 12. és a 13. helyen pedig a Szedeák, a 14. pedig a TF végez, tehát a 13. és a 14. áll osztályozóként. Gyorsan ismerkedjünk meg a mai főszereplőkkel, először a vendégegyüttessel. Nincsenek sokan, ahogy ez a képeken is látszik. A légiósok közül csak 2 tudtak elutazni, majd később kitérek rá, hogy ki milyen okok miatt van távol. A mai mérkőzésen 4-essel Halász Ákos, 5-össel Alexander Pusztavár, 6-ossal Hoggergő, 7-essel Kocsis Zalán, 8-assal Mani Ubija, 9-essel Bogdán Benedek, 11-essel a csapatkapitány Henlein Roland, 12-essel Puska Bence, 14-essel Harazin Tamás és 15-össel Baki Gergely, Fekete Ádám és Filipovics Gordon együttesével. Kék mezben tehát a Kaposvár, a Szedeákban pedig egyedül Vágölgyi Ákos hiányzik. Rá ebben a szezonban már nem számíthat a szakmai stáb. 1-essel Mike, 2-essel Kerpel Prónius, 3-assal, illetve 4-essel Balogh Szilárd, 5-essel Bonifert, 8-essel Juhos, 9-essel Boltics, 10-essel Révész, 12-essel Krapics, 13-assal Virt, 17-essel Sulovics, 20-assal Májer és 33-assal Konyavics, Angyelko Mandic együttesében. Azt mondta egyébként a Szedeák mestere, hogy tudják, hogy nincs tétje ennek a mérkőzésnek, és most már arra kell felhasználni a hátralévő találkozókat, hogy a forma javuljon a playoutig, és azt is hozzátette, hogy bizonyára sok lehetőséget fognak majd kapni a fiatalok, akik közül most is többen ott vannak a keretben. Mike Jánost, valamint Balogh Szilárdot leszámítva kiszűkített frizurával jelentkeznek az 20-as bajnokok. A mai mérkőzés játékvezetői Tőzsér Dénes, Rácz Zsolt és Radnóti Miklós sporttársak, az MKOS ellenőre pedig Fajt Mihály. Fekete Ádám a vendégek mestere szintén azt hangsúlyozta, hogy most már a jövő évi csapat van a hangsúly, az építkezésé, a szerep, meg kell nézni, kik azok a fiatalok, akikre lehet majd számítani. Éppen egyébként mai hír, hogy a
hogy a kaposváriaknál azért komoly változások lesznek majd a nyáron. Azt már korábban is lehetett tudni, hogy Ivkovics Stoyan a magyar válogatott kapitány visszatért Kaposvárra, ott egyébként bajnok volt játékosként, és a szakmai stábot segíti majd, amolyan szakmai igazgatóként, mentorként. A légiósok közül Pusztavárnak ajánlottak szerződést, hosszabbítást. Henlein, Markovics és Paki is marad a következő szezonban. Viszont Halász Ákosra és Arazinra nincs szüksége. Jelenállás szerint a Kaposvárnak. Jós Levente pacsizott még le Fekete Ádámmal. Jósnak kaposvári kötődése közismert. Ott kezdte el a pályafutását. Na lássuk ezt az amolyan tét nélküli, de presztízs mérkőzést. Abban a szempontból a Szedáknak mindenképpen jól kellene játszania, hogy a lelkes közönségből, akik megmaradtak, azokat kiszolgálja az együttes. Hát nem lesz egyszerű feladat, hiszen nyilván a fiatalok a Kaposvárnál is szeretnének bizonyítani. Meglátjuk. Virt egy tökéletes triplával kezdi a mérkőzést. Sulovics, Grafics, Jós, ez a Proponjevics, szegedi kezdőben. Egyelőre a védekezésről szól a mérkőzés, két tökéletes dobás. Virt. Sulovics, Voltics. Sulovics próbál pozíciót fogni. És vették tőle a labdát. Baki Gergely betáncol az alapda a gyűrűbe. Jó az összjáték Sulovics-Voltics páros között. Ott pedig Jóas ellen a mérkőzés első személyi hibája. Pusztavár tenné tovább a labdát Hoknak. Voltics tudott bele nyúlni. Halász Bogdán. Addig lépett, amíg elrontotta. Kicsit talán megzavarta, hogy az első dobócselére elszállt Marko Voltics. Virt. Sulovics, Virt, rossz oldalról érkezett a gyűrű alá, talán a gyengébbik kezével, ezért nem tudta felrakni a labdát, inkább kifarolt. Ok. Ponyevics blokkol, aztán elindul egyedül és elhagyja a labdát. Közben pedig Boltics lent marad a túloldalon. Tápászkodik fel a szerb irányító. Kerpet Rolinsz Gáspár érkezik. Az idei 20-as magyar bajnoki 8-as döntő legjobb játékosa. Jós, Kerpet Rolinsz. Ponyevics, senkitől nem zavartatva, de nem dobja be. Halász. Úgy azért nem lehet kellemes játszani, hogy
már egy játékos tudja, hogy a csapata nem számít rá a következő bajnokságban. Ezt a vár. Maki. Tökéletes hármas dudaszóra. Ez nem esett jól. 3-7, 4 ponttal meglóg a Kaposvár. Zsulovics. Gyors. Bolt is közben most érkezik majd vissza kispad mögé. Gyors hármasa nem jó, Ponyavics majdnem labdát szerez. Baki pedig labdaszerzés közben rálépett a vonalra. Így a hazaiaknál marad a támadás lehetősége. Másodperc maradt. Kerpefronius. Bogdán túl látványosan taszajtott egyet Zsulovicson. Ezzel pedig visszaugrik az óra 14 másodpercre, nem kell kapkodni. 6 perc 26 másodperc az első negyedből. 4 pontos KKK előny. Kerpefronius. Birt, Juhos, Kusztavár mellett. Szép mozdulat, bravo, 5-7. Kerpefronius állítja meg Halászt. Bogán, Baki. A szerzés, Ponyavics. Két zicsert nem tud befejezni Ponyavics, az előbb is kiütötték a kezéből, most is. Nincs tét ide vagy oda. Nagyjából azért láthatóak azok a jelek, hogy miért játszik. Majd csak a playoutért a Szedák együttese. Birt, Zsulovics szépen megcsinálta a helyet, 7-7, egyenlít a Szedeák. Bogdán, ő nem fogja eldobni kintről, ok. Baki settenkedik le a sarokba. Ok. Nem volt egy túl jó dobás, Pusztavár szerez labdát, támadó lepattanó. Halász. 6 másodperc. Pusztavár. Jós szerez labdát, Virt. Ponyavics. Kerpefronius. Rövid. Pusztaváré. Szintén. Kettős csere. A vendégeknél Hokk és Bogdán, helyett Harazin, Tamás érkezett, valamint egy másik fiatal játékos, Kocsis Zalán. Birtokosan csinálta Zsulovics, kiadja az ittszert. Pusztavár, mint egy hármast. 7-10. Érzik a feje Pusztavárnak, ezért a csere. És hogyha már a légiósok, Marcos Pica bejelentette a visszavonulását másfél héttel ezelőtt,
gerincsérve miatt egyszerűen nem tud tovább foglalkozni a profi kosárlabdával. A legutóbbi hazai mérkőzésen volt a búcsúztatása, kikaptak egyébként hazai környezetben az Albától. Horváth játékos több éven keresztül erősítette a somogyiakat, most is itt van egyébként, ott ül a kispadon. Nem tudja tovább folytatni a pályafutását. Márkovic, aki ugye nem légiós, hiszen magyar papírokkal rendelkezik, őt megműtötték, letört egy csondarab az egyik lábfején, úgyhogy itt is nélkülöznie kell az együttesnek. Az amerikai Reggie Johnson is megsérült. Kerpe Prónius szerezne labdát, de nem volt Szegedi, aki erre figyelne. Sulovics helyett Krapics a pályán. Halász. Bogdán. Arazin. Halász. Szépen forrólódott Bogdán. Krapics pedig Arazin elől hozzá el a labdát. Virt. Kimaradt szegedi lehetőség. Halász gyorsít. Bogdán. Beszippantja a gyűrű a labdát. 5 ponttal vezet a Kaposvár. Az 5 magyarral játszó Kaposvár, teszem gyorsan hozzá. Kerpe Prónius. Na, ez kiről ment ki? A játékvezetők szerint kaposvári kézről. Hopp érkezik majd vissza. Halász Ákos helyett. Újabb kimaradt szedák lehetőség, Hopp. Arazinnal nincs 2-2, Kerpe Prónius tudott jól belelépni, Ponyevics gyorsít. Virt. Bogdán. 1 perc 40 másodperc. Az első negyedből. Szerencséje volt most a szedáknak, hogy Hopp dobása után a labda kiperdült a gyűrűről, viszont dobhat még egy büntetőt. Az első büntető a mérkőzésen. 8,5 perc játék után. Összesen volt 5 falt. Inkább van ennek a találkozónak egy kicsit ilyen felkészülési meccs érzete. Petronius. Ponyevics. Virt. 6 másodperc. Krapics rövid. Hopp. Kezdődik az utolsó perc az első negyedből. Sok pozitív dolgot nem lehet elmondani így az első 9 perc után. Virt és Kerpe Prónius között Kocsis Zalá hozza el. 7 ponttal vezet a Kaposvár, 30 másodperc van hátra, és tovább nőhet a vendégek előnye, amennyiben sikeresen fejezik be ezt a támadást. Aki kiteszi Kocsisnak. Rövid. 20 másodperc. Ponyevics dobhat majd 2 büntetőt.
Ponyevics az első pontjait szerezheti meg. Szedák, de az utolsó szó a kaposváriaké lehet, Halász. Krapics mellett nem nagyon tud bemenni, aztán pedig Hopnak ad egy nagyon magas labdát. 2,8 másodperc. Krapics, azt még el lehet engedni, nem, Ponyevics volt. Hát mondjam azt, hogy az egyik legjobb dobása volt még így is Ponyevicsnak. 5 pontos kaposvári előny 10 perc játék után. Egy elég feledhető első negyed után. A Kaposvárnak. Jelko Mandics. Hát nyilván ebben a helyzetben egy edzőnek sincs könnyű dolga. Mennyire lehet kritikus az a szakember, aki tudja, hogy akár a saját sorsa is majd az utolsó két mérkőzésen dől el, és mondjuk olyan játékosokat kellene megregulázni, hogy egy picit vegyék már komolyabban ezeket a meccseket, akik aztán eldönthetik az osztályozót. Gondolok itt arra, hogy például egy Csulovics Boltics hogyan fogadja a kritikát. Holott azt tudjuk, hogy a TF ellen nagyon nagy szükség lesz rájuk, mert azért a fővárosiak megmutatták itt néhány mérkőzésen, többek között a budapesti Szedák elleni alsóházi meccsen, hogy meg tudják verni a Szegedet. Kaposvár kezdi a második játék részt. Halász. Kerpe Frónius. Hát rajta legalább látni a tizet. Pontatlan volt. Halász. Pusztavár is kiadja a saját lehetőségét, Wirth indul, Kerpe Frónius, nem volt pontos. Hopp, kapja a személyi hibát. Hok.
Na vajon kit látott ott Hock? Kerpe Fronius. Juhos. Kiveszi a labdát a kezéből Halász. Harazin. Harazin is bemutat egy fura megoldást. Kosárlabda kevés szépségét mutatja be eddig ez a találkozó. Eltelik 1 perc 40 másodperc a második negyedből. Kis túlzással még dobás sem volt. Talán Juhos megtöri a jeget, megbizony, bravo, aztán kérdően néz a játékvezetőre, hogy mi még azért szívesen látott volna egy fújást. Ezúttal Halász dobja ki a labdát. Boltics érkezik vissza, valamint Paki a pályára. Mind a két csapat cserél. 6 eladott labda a Kaposvárnál. 4 a Szegednél. Petronius, Wirt. Wirt is eladja a labdát, aztán Krapics kapul bele Harazin a fejébe, ez viszont így akkor sportszerűtlen kellene, hogy legyen, mert hogy Petronius visszaszerezte a labdát. Petronius. Megunja, hogy senki nem mozog, elvállalja egyedül, bravo. Aztán pedig majd a labdát szerez. Hát az egyetlen szegedi, akit lehet dicsérni. Egy 12 és fél perc játék után az Kerr Petronius Gáspár. Puszta várba ki. Boltics szerez labdát. Szabálytalan labdaszerzés Pusztavárnál. Harazinnak pedig az üres kapura sem megy. Mellé dobta. Ráfújtak egy technikait, úgyhogy egy szegedi büntető. Wirt Ádám egyenlíthet. De nem egyenlít. Hét perc, 10 másodperc még az első játék részből. Krapics. Kéri el a labdát, aztán Kerpe Fronius. Boltics nem áll bele, Krapics fogna pozíciót Bogdán mellett. Ilyen mozdulattal nehéz is kosarat szerezni. Három ponttal megint a Kaposvár vezet. Wirt. Kosár és még büntető. Újabb egyenlítési lehetőség Wirt Ádám előtt. Most már ő a mezőny legeredményesebb játékosa 7 ponttal, de marad is 7-nél, ezt is kihagyja. Baki. Szezon küzben érkezett Kaposvárra. Kerpen szerez megint labdát Bolticsnak, üti oda. Azt az Iván Lilovot váltotta, aki ugye volt Szegeden. Lilovot aztán elküldték Kaposvárról. Ezt szó szerint kell érteni. És úgy találták meg.
Voltics. Bogdán szerez labdát, Kerpel visszaszerzi, és ez volt a szerencséje a Szedáknak. Gyors maradt üresen a gyűrű alatt. Fekete Ádám a zsűri asztalnál reklamál. Hosszú idő után újra Szegedi előny 19-18. De vajon meddig? Halász. Pusztavár, Halász. 5 másodpercig még a kaposváriaknál a labda. Halász engedi el. Volticsi a labda. Krapics. Jós kapja, át mögött teszi át. Kocsis időt oda neki. Bonifert Vendegúz érkezik Birt Ádám helyére. Gyors Levente nem ront a vonalról. Eddig mindössze 2 pont a kaposváriak neve mellett. Ebben a játék részben 20-18. Ezzel a Gyors kosárral. Lesz 21-18 lesz bizony. Most már Jós Levente a legeredményesebb szegedi. Eddig összesen 2 pont jött a légiósoktól szegedi oldalon. Ponyevics 2 büntetője. Baki egy tükör, sima tripla. Egyenlét 21-21. Bogdán nyúlt bele ebbe a labdába. Hét másodperc maradt. Juhos. Egyedül kell megoldania. Meg is oldja Juhos Levente. Némi szerencsével, aztán Juhos néz körbe, hogy miért nem volt falt. A második olyan szituáció, amikor reklamál. Most őt büntetik technikaival. Egy büntető Halásztól. A kaposváriak még nem rontottak büntetőt. 23-22. Baki. Halász. Pusztavár. Azért az érződik, hogy nincs klasszikus centere a kaposvárnak, nem nagyon viszik be a labdát a gyűrű alá. Ellenben aki magas poszton játszik, Bogdán. Egy szép triplával megfordítja újra a találkozó állását, előnyben ismét a kaposvár. Aztán pedig labdát szerez. Bonifert szabálytalankodott. Második csapat hibája a Szedeáknak ebben a játék részben, a kaposvárnak már 5 van, tehát ott minden faltot szegedi büntetők követnek. Baki. Pusztavár a kosár jó, és még egy büntetőt is dobhat. Szegedi időkérés. Elengedte ezt az elmúlt egy másfél percet a Szedeák, pedig szépen indult 10-2-vel ez a negyed. A vendégek 4 triplánál járnak a Szedeák, mindössze 1-et dobott. Az egész szezonban egyébként probléma volt a külső dobásokkal. Ez pedig komoly érvágás. A liga leggyengébb tripladobó csapata a Szedeák. Ez a mai mérkőzésen is
látszik. Márpedig a mai modern kosárlabdában úgy nehéz érvényesülni, hogy nincs a csapatnak igazán veszélyes játékosa kívülről. Néha ugyan Ponyavics elkapta a fonalat, de például a Virt Vágölgyi sem hozta azt a teljesítményt távoli dobások tekintetében, mint korábban. Boltics sosem volt, az a tripla intő. És Jós is alig 20-25%-kal dobta ebben a szezonban. A Pusztavár dupla után még egy büntetőt is dobhat a Kaposvár. Ahogy ezt az imént említettem, a vonalról még nem hibáztak. Pusztavár sem teszi. 5 ponttal megy ismét a Kaposvár. 23-28. Kerpefronius, Boltics. Kerpefronius. Krapics. Most kell eldobni. Jós, támadó lepattanó. A második támadó lepattanóval már Jós tudott gazdálkodni. 25-28. Ponyavics és Sulovics jön hamarosan. Jó lenne azért a szünetre szegedi előnnyel menni. Baki. Konifer szedi a labdát. Boltics. Krapics. Baki van mögötte. Krapics szépen lefordul. És nincs szerencséje, kitáncol a labda a gyűrűről. De két büntetőt még dobhat Ante Krapics. Kerpefronius és Gyors helyett Sulovics és Ponyavics. Kerpefronius jól játszott. Jön Sulovics. A túloldalon pedig Baki helyett Hock. Na nézzük Krapicsot. Megszerzi az első pontját a mérkőzésen. 26-28. És 27-28. Hopp. Halász. Felnéz az órára, 10 másodpercig még náluk a labda. Sulovicsról dob egy triplát, de rövid. Boltics. Vissza lehet venni a vezetést. Sulovics. A kosár érvénytelen. Gyorsan kiszúrta, hogy a nála egy fejjel alacsonyabb Halász áll mögötte, úgyhogy itt meg kell próbálni a befordulást. Nenad Sulovics. Összességében elmondható, hogy a legkevésbé eredményes szezonja az idei szegedi színekben. Nem tudta azt a teljesítményt hozzátenni, mint a korábbi két szezonban. Visszaveszik közben az előnyt a Szedeák, 29-28. Halász. Krapics ütését ebben a nem túl fergeteges hangulatban lehetett hallani is. Oda csapott a kezére. Belefért. Negyedik csapathiba, 2 perc, 15 másodperc. Halász. Pusztavár. Bogdán. Arazin próbálna a pozíciót fogni. A játékvezető mutatja, hogy Boltics fogta meg Arazint, úgyhogy 2 dobhat majd. Arazin Tamás.
nem számolnak vele a következő szezontól. Kaposváron új csarnokot kapott egyébként a KKK. 2019-20-as szezonban már ott játszanak. Impozáns új létesítmény. Ponyavics. Elég merész dobás volt. Krapic szerez labdát. Bonifert indítja Krapicot. Szép labdaszerzés, utána pedig egy fokos befejezés. 31-29. Másfél perc a hátralévő idő. Az első fél időből Halász. Hokka vonalon. Kimarad. Megint Krapic tudott oda piszkálni így a labda Sulovics kezében. Ponyavics. Boltics. És dob egy hármast. Illetve úgy is fogalmazhatnánk, hogy végre dob egy hármast. A második szegedi tripla 5 pont 1 perccel a szünet vége előtt. Illetve az első szünetig. Arazin. Hok. Le a sarokba Bogdán, tiszta dobó helyzet, ő is dob egy triplát. 10 pontos. Bogdán Benedek. Boltics. Arazin mellett. Nincs kosár. Egyenlíthet a Kaposvár. Fekete Ádám pedig időt kér. 26,7 másodperc. 19-et támadhat a Kaposvár. Az biztos, hogy ha kosarat dob ebben az akcióban a Kaposvár, akkor még lesz egy lehetőség a Szedáknak. Ha csak dobásig jut a Kaposvár, de nem lesz belőle kosár, akkor pedig hát aki megszerzi a lepattanót, az még egyszer próbálkozhat. Jós Levente 14 pontjával a legeredményesebb szegedi eddig. A túloldalon pedig Bogdán azzal, hogy megszerezte a második tripláját, és már 10 pontos. 26,7 másodperc tehát, 34-32 az állás. Endlein és Ubija még egy másodpercet nem töltött a pályán. Na lássuk, Halász. Majdnem eladja a labdát, Bogdán szerzi vissza. 6 másodperc, Halász, ezt egyedül kell, hogy megoldja. Ha meg tudja. Lejárt az idő. Bonifert azért minden megtett, hogy ez a labda a Szegedé legyen. És a játékvezetők visszaadják a labdát 5,2 másodperccel. Hát ugye az a kérdés, hogy mikor dobta el a labdát Halász. Amíg időben és úgy szerzett labdát Bonifert, és valóban csípte a lába a vonalat, akkor jó az ítélet. Ha a dobás támadó idő lejárta után született, akkor viszont elvileg a Szeged élet volna, de a játékvezetők ezt úgy érezték, hogy ez még időben volt. Úgyhogy még egy esély a Kaposvár előtt, 5,2 másodperc. Véletlenül szegedi pont már nem születik ebben a negyedben, az a kérdés, hogy a Kaposvár
hogyan tud gazdálkodni majd ezzel az 5,2 másodperccel. Mondjálko Mandic. Függetlenül attól, hogy most lesz-e újabb vendégkosára, vagy nem, nem nagyon lehet elégedett ezzel az első félidővel, mert hogy kulcsembereit nélkülöző Kaposvár abszolút partiban van, teljes kerettel játszó Szedeákkal. Na nézzük Halászt, az előbb nagyon dadogott a kezében a labda. Kertet Vonis megszerzi, egy másodperc, Bonifert, és jó a kosár! Hát ennyit arról, hogy szegedi pont már biztos nem lesz. A kaposváriak tettek arról, hogy legyen, legalább egy picit megpesdült itt a levegő. Az utolsó másodpercekben 4 ponttal vezet a Szedeák, 36-32, megnézik azért még a játékvezetők a biztonság kedvéért, úgyhogy még nem jelenthetjük ki, hogy 4 pont a különbség, az biztos, hogy a Szeged vezet ebben a játék részben. A kérdés az, hogy mennyivel. 34 vagy 36-32. Na vajon mi lesz a döntés? Nagyon közelről szerezte ezt a kosarat Bonifert, úgyhogy nagyjából látszódnia kell, mikor villant ki a palánk. Hiszen az jelzi, hogy lejárt az idő. Némi izgalom itt a második negyed után. A csapatok közben már leballagtak. A szurkolók egy része is már halad a büfé felé. Henlein Roland érkezik. Oda kukucskál, hogy kosár vagy nem kosár. Ezekből a reakciókból úgy tűnik, hogy a kosár érvényes és 36-32 lesz. Minden esetre a statisztikában még nem került be, hiszen az azt kezelő fiatalok is az egyértelmű jelzést várják, mint ahogyan Filipovics Gordon és Kis Zsolt, mind a két csapat másodedzője ott várakozik, hogy mikor lehet nyomtatni a félidei statisztikát, akkor, amikor a játékvezetők döntenek, hogy végül is mi lett az első félidő vége. A kosár érvényes 36-32 tehát. Úgyhogy Bonifert Bendegúz kosarával alakult ki a félidei részeredmény. Szedeák Kaposvár tehát 20 perc játék után 36-32. Rövid szünet és jövünk a harmadik negyeddel. Nagy tisztelettel köszöntöm ismét a televízió nézőket. 36-32-re vezet a Natortex STL Szedeák a Kaposvár ellen. Alsóházi középszakasz negyedik fordulójában. A Szedeáknak még 2 meccse van hátra, ezen kívül megy az Albához, valamint fogadja a TF-et, majd jönnek a TF elleni osztályozós mérkőzések. Egyelőre azonban jó lenne ma jó szájízzel elmenni innen a csarnokból, ahhoz pedig mindenképpen a mai meccset meg kellene nyerni. Ami persze nem egy egyszerű feladat, mert úgy tűnik, hogy a kaposvári fiatalok komolyan gondolják, hogy megpróbálnak Szegeden nyerni. És erre megvan minden esélyük is. Főleg így, hogy Bogdán dob egy triplát.
Triplával indult át a mérkőzés. Ezt hogy sikerült összehozni? Itt két dolog lehet, így van a játékvezető, azonnal ez is ismeri. Vagy egy falt, amiért Boltics lökött, vagy Hokról ment ki és a Szegedi a labda. Végül utóbbi lett. Boltics. Csak dupla lett volna. Hát Jósnak jobb lenne közelről próbálkoznia. Vagy pedig így. Betakarja Pusztavárt. Vért kimarad. Akkor ez azt jelenti, hogy Pusztavára fújnak egy sportszerűtlent. Halász Ákos nem igazán tudja, hogy mi történik. Jó, odaállt a büntetővonalra, dobott egyet játékon kívül. Szövegelésért Pusztavár. Konyavics az ajándék büntetővel. Ajándék büntetőnek ne nézd a fogát. Bedobja a büntetőt. A labda viszont a Kaposvárnál marad. Szépen elküldte Konyavicsot. Baki. Szép kiosztás, Hok. Túl finom volt a mozdulat. Végre látszik az az energia a Szedálkon, ami talán hiányzott az első fél időben. A dobás pontosság még mindig nem az igazi, de legalább van némi rohanás. Halász. Baki. Sulovics piszkált oda. Halász. Baki Gergely. Nincs tudatszós tripla. Konyavicsé. Aztán már Virt robog vele. 40-35. Sulovics ezt okosan alatta. Baki Gergely. Jós úgy adott asszisztot, hogy a szezon egyik gyengébb dobását produkálta már, mint saját szempontból. Ok. Ez pedig lépés lehetett volna, hogyha Boltics nem szabálytalankodik Pusztavárral szemben. Már a negyedik hibája volt Márko Bolticsnak. Junker Petronius. Junker Petronius jön mellette, Virt. Halász szerel, így viszont 5-3 van a Kaposvár. Halász. Köszönjük szépen. Ezért nem fogja megdicsérni Fekete Ádám. Juhos! Nagyon kellett már a lelkének ez a tripla.
10 ponttal meglóg a Sedák, egy picit megnyugtató ez az előny. Jós, Pusztavár a második csatát már ő nyeri. Jós. Kertetronius. Jós. Szép 2-2. Jós. Kicsit felpörgeti a mérkőzést a Sedák. És nem kell sok egyébként a nézőknek, egy kis akaratot és szép dolgokat, hogyha látnak, azonnal megjön a kedve a szurkoláshoz. Halász. 5 perc, 20 másodperc még az első játék részből. Pusztavár mindenáron ki akart harcolni még egy faltot a dobás mellé. 47-39. 5 perc, 6 másodperc. Kerpetronius, Sulovics. Kerpetronius. 10 másodperc. Löbbölt passz, Sulovics. És ahogy támadta a labdát, odaütött Hoffnak. Tanó Bogdán, Halász, megnyílik az út, ki Hoknak, Hok kemeli rá a hármast, le is dobja. Lefelezi az előnyét. A Sedák. Erről persze Kaposvár tehet ezzel a duplával és triplával. Jó kocsis. Szakaszmeccset megnyerte a Sedák 81-73-ra, sőt az alapszakaszban Kaposváron is győzött még a második fordulóban. A legnagyobb elleni mérleg, tehát 2-1, Sulovics Arazin mellől 49-42. Sulovics 49-42. Ebbe pedig a Sedáké. Bence a pályán. Ez most már egy nagyon fiatal Kaposvár. A kosár jó, Ponyavicstól még egy büntető dobhat. 51-42. Azért így ebben a formában ezt a meccset illik megnyerni. És ebben semmi túlzás nincs. Összeáll a 10 pont, 52-42. Pusztavár és Halász jön vissza Bogdán és Baki helyére. Majdnem meglep. 3 perc, 40 másodperc. Az első. A harmadik negyedből. Halász. Pusztavár. Puska. Szembe találta magát Sulovicssal. De Halásznál dadog a labda Harazin. Szépen kivárt. Egy ütemmel hamarabb el tud engedni. Még így is. 12-44. Virt. Kerpetronius, Sulovics.
Most Ponyavics. 3-2-be, sőt 4-2-be jönnek a kékmezesek, Pusztavár. És még egy büntető, mert hogy Virt oda nyúlt. Egyébként az első Szedeák Kaposvár meccs előtt igazolták, de itt még nem játszhatott Szegeden, de elkísérte a csapatot. Ponyavics. Hát őt most nem kísérte senki. 4-4-7. Pusztavár. Rövid. Harazin! Ez igen! Amolyan vízilabdás befejezés volt ez. Amikor valaki ott áll a hosszú oldali kapufánál, és csak betessék el a labdát. Csulovics, Harazin jó védekezés. 3-1-ben jönnek megint a kaposváriak. Halász pedig el tudta találni Ponyavics lábát. Csulovics. Két dobás, mert hogy megvannak a csapathibák. Csulovics csak mosolyog. Halász Ákos. 1 perc 52 másodperc a hátra lévő idő. Kimaradt pedig. Még közelebb hozhatta volna a csapatát, 54-50. Kerper Krónius, Ponyavics. Virt, Ponyavics. Leúzta a kezét pedig Kocsis Zalán. Csulovics 5 másodperc. Vissza Krapics. Csulovics lehet majd, aki lejön. Úgy tett, mint aki nem néz a padra. Nem úgy tett, nem is nézett a padra. És vitatkozik egyet Angyelko Mandiccsal. Négy ponttal vezet a Szedeák, volt 10 is. Halász. Kerper Krónius mellett, de kimarad! Jó esély a labda! Virt támad, Krapics. Ponyavics várja üresen a sarokban a labdát, nem kapja. Kerper Krónius. Ponyavics. Ponyavics 6-0 a tripla mutatója. 6-0. Krapics szerez labdát. Ponyavics zicserben. Halász, 40 másodperc. Puszta vár, rövid. Egy dobásnyi. Ideje van a Szedeáknak, hogy lesz-e belőle dobás, és hogy dupla vagy tripla, az egy más kérdés. Kerper Krónius. Virt. Jós pedig kiadja. Halász még elhajintja.
elég hullámzó volt a játék ebben a negyedben is. Fekete Ádám mosolyog össze a játékvezetőbe. Volt már 10 pontos előny, és aztán 5-re visszajött a Kaposvárából, megint lett 10, és most ott állunk, hogy 56-50 az állás. Pontos szegedi előny tehát. Ami a folytatást illeti, jövő héten szerdán játszik majd Fehérváron a Szedák, jövő héten pénteken pedig jön a TF. Utána pedig később jelölik majd ki a play-out időpontjait, de azok is még bőven májusban. A Kaposvárnak meg ez a búcsú meccse, hiszen a szezonban az utolsó találkozókat játsszák. A sorsolásnak, illetve az 20-as, 8-as döntőnek köszönhetően alakult úgy, hogy a Szedáknak még 3 meccse volt hátra a 3 ellenfelével szemben. Úgyhogy az Alba jövő héten szerdán szintén a Szeged ellen búcsúzik majd a 2018-19-es szezontól. Ma pedig a Kaposvár. Kaposvár kezdi ezt a negyedet. Halász. Mert tudott még piszkálni jól, és Kerpe Prónius indul. Most a Bence akadályozza meg. Krapić. Nyolc pontos szegedi előny. Arazin. Ő is ritkán szokott zsákolni az alcsoportban. És nézzük, itt lehet választani, Jós, Krapić. Nyelics. Arazin. Arazin egyébként jól szállt be a mérkőzésbe, és egészen jó dolgokat csinál itt az elmúlt percekben. Ez nem volt egy túl eredményes próbálkozás Puskától. A forgatókönyv ugyanaz, Ponyevic passz, Krapić. Viszont azóta nem tudott kosáradra, hogy Halász kér elnézést. Veszít pontja a labdát. Ez volt a 13. szegedi büntető. Csak 2 maradt ki, Ponyevic 4-ből 4, Krapić pedig most 3-ból 3, sőt már 4-ből 4, Virtekon 2 kimaradt büntetője. Kerpe
Kroniuszt. Látták szabálytalannak. De pedig a Szede Áké. Most nem vitatkozik a vendégek játékosa, mutatja, hogy ő ejtette ki. 8 perc, 10 másodperc a hátralévő idő. Konyevics, Surovics. Pusztavár és Harazin szerez labdát. Harazin. 60-54. Ez is lejön. Pusztavár pedig testi épségét nem kímélve repült ezért a labdáért. Jön vissza Boltics, aki 4 hibája miatt elég sokat ült. Harazin, Halász. Oda megtrépálta. Hát előbb a palánkot, ugye palánk trépálta meg Solovicsot, majd a labda Harazint. Előbbi vicces utóbbi kellemetlen. Krapics. Ez a tripla se jó, de Kerpe Pronius érkezik. 20 tripla kísérletből 4 sikeres dobás. Ez alig 20%-os mutató. Mint a túloldalon a 21/7, az már egy 33%, az már egy egészen vállalható. Jön vissza Hock. 6,5 perc. A második kijön, de Halász megjött a hátsó sorból, és ellopja a labdát. Hock. Baki. 61-56, 5 pont. Pontos. Petronius. Solovicsra másztak rá ketten. Bogdánnak vált jobban. Perc 59 másodpercnél Nenad Sulovics. Kimarad a büntetője. Sulovics 9.5 lepattanó, 3 assziszt, 4 kiharcolt falt. Most már 10 pont. A statisztika alapján ezek nyilván csak számok, a második leghatékonyabb szegedi a mai meccsen. Jól
Ákos Levente 19 ponttal, 6 lepattanóval viszi a prímet. De mindez nem ér semmit, ha esetleg itt a végén a Kecskemét, a Kaposvár okozni meglepetést. Hát Bogdán tripla már nem meglepetés ezen a meccsen, mert hogy harmadjára, sőt már 4-1-ére állt bele jól egy külső dobásba. Ez pedig alcsoportos felnőtt rekordja. Eladott labda 62-59-nél. Szeged időkérés 62-61. Egyetlen pont a különbség. Egy fél negyed van hátra a rendes játékidőből, mert azzal is kell számolnunk, hogy itt a végén nehogy még véletlenül hosszabbítás legyen. Amire azért volt már példa. Az Alba ellen például hosszabbításos meccset játszott a Szede Ág alapszakaszban. Na vajon hatottak-e a Mandic intelmek? Kerpefronius, Virt, Gyors, Sulovics és Boltics most a Szegednél. Virt. Kerpefronius. Szép tripla. Kis mentőv a többieknek. Kerpefronius az idei bajnokságban abszolút bizonyított, hogy rá hosszú távon is lehet és kell is számítani. Kellett neki ez az egy év, sokkal több játékpercet kapott, élt is vele. Megdöntötte a pontrekordját, az assziszt rekordját. Voltázott kaposvári akció. Sulovics küzdött azért a labdáért, a Bogdán megelőzte. Halász. Baki. Rövid, na ki a labda, Pusztavár. Boltics számára pedig véget ért a mérkőzés, mert ez az ötödik személyi hibája. Szemponyavics. Pusztavár. Taps kimaradt büntetőnek szól. 2-2. De jó ezt hallani. Végre megmozdul valami a lelátón. Miért? Kerpefronius 3 másodperc, el kell dobni. Támadó lepattanó, és még
meg is rángatták egy kicsit Čulovićot. 3 perc, 38 másodperc. Két Čulović büntető következik. Pedig egyedül tudja megtartani Čulović és Juhos mellett, az is egy kisebb fajta bravúr, Bogdán. Aztán Juhos bele tud kapni a labdába. 66-61. Jól lenne megtörni a kaposvári fiatalok lelkesedését egy újabb eredményes támadással, akár egy triplával. Azt a triplát nem Ponjavić fogja bedobni. 9. tripla kísérlete sikeres dobás nélkül. Pusztavár. Baki. Ő bezzeg nem ront. Ez extra hármas, a harmadik triplája. 2 perc, 20 másodperccel a vége előtt teljesen nyílt a mérkőzés. Ponjavić. Čulović. Valahogy betuszkolja. Halász. Pusztavár fogta a Kerpe Pronius kezét. Hok. Nagy harc ment a labdáért. Ponjavić. Juhos. Ponjavić. Ketten vették körbe. Juhos levente dobhat majd két büntetőt. 1.44-jel a vége előtt. Követünk, hogy szoros legyen a vége. A második már bent. ...69-64-es előnyben a Szedeák 1.44-jel a vége előtt, amikor a Kaposvár kért időt, de Angyel Komandicsnak is van mondani valója. Lenne, hogyha innen visszajönne még a Kaposvár együttese. Azzal, hogy itt van az egész keret, és ez az utolsó meccsük, el lehet képzelni, hogy milyen lesz majd a hazaút Kaposvárra. Hát ez így van rendjén. Lezárul egy szakasz a csapat, illetve a játékosok életében is. Így ebben a formában többet már biztos nem lesznek együtt. Spica visszavonul a légiósok közül, Johnson, Ubija. Azt
Tamás elmegy. A Pusztavárnak ajánlottak szerződést. Na lássuk, Baki. Tíz másodperc a kaposvári támadásból, Halász. Gyors Levente. Gyors teljesítménye feljavult az első negyed után, és a csapat legjobbja a mai mérkőzésen. Már 20 pontos. Kerpetronius próbálja megakadályozni Halászt abban, hogy pontos paszt adjon Hock. Kerpetronius 80 másodperccel a vége előtt. Most már tényleg le lehetne zárni a mérkőzést. A szegedi kosár születik. Akkor már el lehet könnyelni a győzelmet. Virt bedobja 1 perccel a vége előtt, 7 pont. 71-64 Halász. Hock. Pusztavár megküzdött a labdáért, és nem kap ítéletet. 42 másodperc a végéig. Baki Gergely nézett ki Fekete Ádám, hogy mi legyen, faltoljon. Lassítsák a meccset. Fekete Ádám mutatta, hogy nem. Legyünk túl rajta. Kerpefronius rövid. 23 másodperc van átra a Kaposvár szezonjából. Halász 71-66. 17 másodperc. Virt 10 másodperc. Jós, Halász pedig még labdát lop. Jós még betakarja az ellenfelet. Hát győzelem ide vagy oda. A játék azért nem volt annyira biztató, de nem is most kell jól játszani. Majd jól kell játszani az osztályozón, amit meg kell nyerni. Pontosabban ott nem jól kell játszani, hogy nyerni kell. Addig még két mérkőzés. Jövő héten szerdán az Alba ellen idegenben. Jövő héten pénteken pedig a TF ellen egy papíron tét nélküli mérkőzésen, de nem lesz az, higgyék el. Az az a meccs, ahol meg kell mutatni a budapestieknek, hogy hiába jön az osztályozó, nem lehet esélyük. Akkor már egy ilyen teljesítmény nem biztos, hogy elég lesz. Most viszont örüljünk a győzelemnek, a Szedeák 71-66-ra legyőzi a Kaposvár együttesét, és készület a folytatásra. Ezekkel a képekkel búcsúzunk az új szegedi sportcsarnokboli munkatársaim nevében. Köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra, a viszonthallásra.